A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör minden kedves nézőjét, hallgatóját, aki esetleg a rádióban hallgatja utólag a műsorunkat. Természetesen most is megpróbálunk a Fehérvár és a magyar sport aktualitásai mentén kitárgyalni olyan témákat, amelyek szerintem a sportbarátokat foglalkoztatják itt, és vannak olyan vendégeink is, akik természetesen markáns véleményük van ezekről. Hosszú idő után üdvözlöm a műsorban Ember Norbertet, az Oldalvonal Vlog szerkesztőjét. Sziasztok, köszönöm a kívást. Hivatalos vagy nem hivatalos Vidi Druckert, aki azért természetesen az országos futball ütőerén is rajta tartja a kezét. Itt van velünk Farkas Szilárd, állandó vendégünk, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, és hozzá hasonlóan állandónak mondható vendégünk Mátai Balázs, aki már szintén egyébként a Fehérvár Média Centrum szerzője is. A sportos témájú portré beszélgetéseit hallgathatják a rádióban, a Vörösmarty Rádióban, illetve olvashatják az fmc.hu-n is, és úgy tudom, hogy elég népszerűek is ezek a kicsit nosztalgikus, de mégis mindenki által kedvelt fehérvári sportemberekkel készített tartalmak. Hát most a nosztalgiából tulajdonképpen annyi juthat ki nekünk itt az adás elején, hogy megkérdezem, hogy kit tudtok felidézni a Videóton történelméből, aki Mesterhármast szerzett, milyen ilyen emlékeitek vannak. Ugye a hétvégén Katona Mátyás egészen parádés Mesterhármassal segítette pontszerzéshez a Vidit. Nekem egyébként nagyon szimpatikus volt, hogy utána készült vele interjú, és azt láttam rajta, hogy szinte nem is foglalkoztatja, hogy ő 3 gólt lőtt, inkább csak az, hogy a csapat elszalasztott egy esélyt a győzelemre. Nagyon jó csapatembernek tűnik, és hozzá kell tenni, hogy olyan ballába van, amilyen, nem tudom, magyar játékostól ebben a mezőnyben azért nem sokat tudnánk mondani. Nyilván Dzsudzsák Balázs a fénykorában azért veszélyes volt kapura, de mostanában olyan játékos, akinél ha mondjuk 25-ön megkapja a labdát, akkor retteghetnek az ellenfelek, nem nagyon van. Katona pedig, hát kicsi a bors, de erős alapon nagyon nagy gólokat lő, és hát ez most is így volt. Nekem nagyon kellemes emlékeim, ha felidézem, hogy én kiket láttam Mesterhármas szerezni a Sóston, a Vidi történetéből. Nem tudom, hogy nektek van-e ezek közt valami kedvenc vagy régi emlék. Hát nyilván a Szabó Józsi 4-ese a Partizán ellen, mert az ugye 3+1 volt. A szobrot egyébként jelzem, azóta sem kapta meg Székesfehérváron, a Gulyás Lacinak, szegénynek már jeleztem egy párszor, hogy azért az ígéreteket illik beváltani, bár nem mások, ő ígérte, mások csak állította. Mások nevében ígérte meg, azért az nem olyan. Igen, igen. Aztán ugye André Alves is szerzett Mesterhármast, azt hiszem a Szombathely ellen az utolsó szezonjában. Amikor Alves azok közé tartozik, akik több Mesterhármast igen, is igen, igen, a Vidi színeiben. És ugye most várnák sokan, hogy azt mondjam, hogy nem Anya Nikolics, de a Nikó csak a duplákat gyűjtötte, Mesterhármast például a Vidiben nem szerzett. Igen, nagyon sok két gólos meccse volt, nagyon és sok. Nagyon sok meccse, amit eldöntött. Mert ő az abszolút gólrekorderünk, mint igen. Vidi, de ő neki nem voltak Mesterhármasai, sok apró gólat gyűjtötte össze ezt a teljesítményt. De voltak még, Norbi, te is igen. Csepovics, hát a Csepovicsnak a Mesterhármas a Diós Győr ellen Nagy Erdőben. Atya úristen, én ha megfeszítetek, sem mondtam volna. A Nagy Erdőben, most bevitted a Zolit, te is ezzel. Még előttem sincs, de most tudom, hogy ez Csepovics, nem régen volt, igen. Igen, ő például, de hát ez a hétvégi is, hát eszméletlen volt, mekkorát játszottak. Igen, valahogy, két gól gyönyörű volt. Igen. Gyönyörű volt. Tehát ez is ilyen, úgy, mint maga a teljesítmény a Katonának, ahogy idejött, vakartuk a fejünket egy darabig, hogy ezt miért hozták ide ezt a srácot, tehát mit akarunk vele? Aztán elkezdett ő is Gzselákhoz hasonlóan, most egy dicsérem egy kicsit, úgy belenőni a Vidibe, vagy kezdett megjavulni a teljesítménye, jöttek szép gólok, és most ezen a meccsen is az első, az tiki-taka lábak között beosont, szerintem hozzáért a védőlábához is, a kapuséhoz is, de nem is ez a lényeg, gól volt. A második az már levette, betette a bal sarokba. Szép volt a harmadik, meg egyenesen parádés. Úgyhogy... Én a szubjektív rangsoromban nekem egyébként a második volt a legszebb, mert igen. Azzal együtt, hogy nagy bombát mindig hálásabb emlegetni, meg az egy kiátszott szép támadás volt. Hát meg az a technikai megoldás. Egyrészt Castratinak volt egy tökéletes beadása, és ő nemhogy levette, hanem érkezve a labdát, ő maga is a levegőbe volt, levette, és mielőtt leesett volna, betette. Nyilván
sok védő nem zavarta ebben, tehát ezt azért megköszönhetjük a kecskemétieknek, de tényleg látványos volt. Még egy mesterre, most pedig tényleg ilyen közelmúltbeliket emlegettetek, nekem nagyon, nagyon emlékezetes ifjú koromból Horváth Feri egyszer a Fradinak rúgott, és azért aki a Fradinak rúg, az külön polcra kerül. Egy sóstói mérkőzésen, ami egy teles, havas azaz meccs volt, itt Bauer Tibi kollégámmal éppen felemlegettük az adás előtt, egy ilyen nagyon korai első forduló, vagy késői utolsó valamelyik késői volt. Késői utolsó, én úgy emlékszem. És emlékszem, nem is voltam itthon ráadásul, és akkor még se internet, se mobil, telefonon érdeklődtem meg, és akkor hallottam, hogy Horváth Feri 0-1-ről megnyert sóstói meccsen mesterhármas rúgott a Fradinak. Hát ezt azért arra polcra lehet felrakni. És abból a csapatban Kuntincsnak is volt mesterhármas. Sőt, négyese. Vátszellem. Igen. Na jó, hát mindegy, beszéljünk tényleg akkor Katonáról, illetve a Vidiről. Ahogy mondta is Balázs, kicsit talán ilyen emblematikus, hogy egy olyan játékos, aki már a közelmúltban igazoltak közé tartozik, akivel kapcsolatban az első néhány teljesítmény alapján talán sokan mondták, hogy ez is csak egy kidobott pénz volt, de nekem nagyon úgy tűnt már egyébként az első fordulóban, hogy Újpesten rúgott egy szintén nagy gólt, amikor még ez csak a szépítéshez volt elég, hogy ő valahogy az a mentalitású játékos, aki hajlandó volt megküzdeni a helyéért. Az ilyen alacsony termetű játékosok rakkolós, melós szerepkörben eleve feltételezi az ember, hogy muszáj, hogy a kellő küzdőképesség meglegyen, mert hát megeszik a cápák különben. És bevallom, most a jelenlegi Vidi egyik legnagyobb erősségének érzem. Hát nagyon élt ezen a mérkőzésen, nem is csak azért, mert három gólt lőtt, és ugye emlegettétek, illetve felemlegettük azt, hogy kinek melyik tetszett a legjobban. Hát a legértékesebb gól, és nem azért mondom, mert azért az egy pontot, az alá lett három, de az utolsó gólja volt, hiszen az előző kettő gólt, azt ugye valamilyen szinten kijátszotta a csapat, de a harmadik gólnál egy védőről pattant elé a labda, és nyilván az első két gól fűtötte már, és kialakította magának a helyzetet, majd 20-25-re ugye bebombázta a kapuba. Kosárlabdában van olyan, hogy tud úgy valaki kosarat szerezni, hogy mondjuk előtte egy lepattanót, vagy egy szerzett labdát, tehát egyszerre több statisztikai mutatóban is hirtelen fel tud tenni a táblára dolgot. Itt Katonánál azért egy nagyon szép csele is volt ezelőtt a gól előtt, tehát egy védőt átjátszott, mielőtt aztán bezúdította. Igen, volt a csele, ezt akartam még belőle kihozni, hogy tehát tulajdonképpen egy kicsit lesarkítjuk, akkor ezt a mérkőzést döntetlenre mentette a Vidinek Katona, mert az utolsó gól az gyakorlatilag csak az övé volt. Így van. Kérdés, hogy miért kellett döntetlenre menteni, miközben a második félidő közepén nekem az volt az érzésem, hogy azzal a tulajdonképpen jó sorozattal a háta mögött a Vidi, amiben most van, azzal az önbizalommal, hazai pályán fordítva egy ellenfél ellen, ezt a meccset le lehetett volna rendezni. Meg is volt a lehetőség, hogy lezárja a Vidi, volt ott helyzet a 3-1-hez. Ugye volt a Katonának egy negyedik góllal kecsegtető kapufája is. Gyönyörű lövés volt. Tehát azt gondolom, hogy ha a Vidi tudott volna a kettőre egy harmadikat rúgni, akkor nincs kérdés. Így viszont gyorsan kapott kettőt, mert ugyan Castratinak meg volt a haszna, hogy behozta támadásba a zselekmester, viszont amikor visszakozódott védekezni, hát barátaim, szóval ott azért nagyon gyenge produkció volt. Nem mintha neki kellene ott játszani azon a poszton, de hát a mai fociban ugye a szélső az most már nem csak támadó vagy védő általában, hanem robottól leföl alá. Ez a védekező része Castratinál ez nem stimmelt szerintem, viszont ő tényleg tipikusan az a játékos, aki jó, ha bejön az utolsó fél órára, meghúzza, megfutja az ellenfél védőit, vagy megfuttatja. Hát te sokat kritizáltad. Hozunk pontokat ezen, igen. Sokat kritizáltad korábban ugye Zselákot amiatt, hogy egyrészt Kottából cserél, későn cserél, igen. Szűkes rotációját teljesen ilyen kiszámíthatóan. Nyilvánvaló ő is tisztában van vele, hogyha mi látjuk a nézőtéren, ő biztosan sokkal jobban tudja, hogy Castrati védekezésre alkalmatlan, vagy legalábbis gyenge pont lesz, de abban a szituációban, amikor kellett támadni és kellett menni a gólért, akkor viszont ez egy vállalható csere volt hazai pályán, azt gondolva, hogy majd akkor nálunk lesz a labda, vagy majd mi gyakoroljuk a nyomást, és nem az lesz fontos, hogy Castrati hogy tud védekezni egyébként. Úgyhogy nem tudom, Norbi, te hogy láttad, én úgy éreztem, hogy az egy jó csere volt egyébként, ugye ott nem is egyet, azt mondom, ketten jöttek be. Igen. Mind a kettő jól ült. Az más kérdés, hogy utána meg reagált Zselák, amikor látszott, hogy Castratival gondok vannak, mert akkor megbehozta a Pintót jobb hátvédnek. Hát igen, csak az már ugye a 89. percben volt, egy picit előbb meg lehetett volna lépni ezt. Én személy szerint egy picit korainak éreztem ezt a cserét a Castratinál. Én lehet vártam volna vele még egy 5-10 percet.
szerintem túl nagy volt az intervallum, és relatív a Kecskemét gyorsan tudott reagálni erre, mert volt ideje reagálni, és reagált is a Szabó Pista ezekre, és ugye olyan cserékkel reagált, akik később ugye gólokat szereztek. Tehát ez egy ilyen nagyon taktikai harc volt, és én azt gondolom, hogy ha őszinte akarok lenni, az X a legkorrektebb eredmény volt a meccsképe alapján. Viszont ami nagyon bántó, hogy nagyon sok gólt kapunk még mindig. És megint 3 kapott gól, azt hiszem majdnem meccsenkénti 2 kapos gól átlagunk van, ez nagyon magas. Tehát ezen mindenképpen változtatunk kell. És rendszerint olyan játékosok rúgják a gólokat ellenünk, akik először rúgnak, nem rúgnak, hát, vagy évekig nem rúgtak. Itt lenne Horog Laci, akkor mondanám az ő kedvéért, hogy a Bognár Gyuri féle modellt kell a Paksit követni, mert amíg többet rúg a csapat, addig tök mindegy, hogy mennyit hát, kap. És ez pont az idén nem érdekes a Paksi. Hogy vezetik is a tabellát, meg lehet nézni. Teljesen igaza volt. De most jobban védekeznek és kevesebb gólt rúgnak. Tehát most azért kicsit konszolidáltabb lett a rohanásuk, meg a csak rúgjunk több gólt. Egyébként azt ne vitassuk el a cserével kapcsolatban, hogy ugye az első fél évben a Kalmár Zsolti megsérült. Teljesen át kellett alakítani a játék koncepciónkat, és látszott, amikor a Kázsit lecseréltük, ott egy negyed órán keresztül eléggé zavar volt az erőben. Tehát nem tudtuk, hogy mit csináljunk, és az érződött is, és ott benne volt, hogy kapunk még egyet, és ugye kaptunk is egy lesgólt, vagy egy szabálytalan gólt, amit ugye elvettek, mert ugye a Tóth Barna előtt a Serafimov volt. Oké. De a lényeg az, hogy én ott azt éreztem, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, és nagyon kell a szünet, és úgy érzem, hogy a szünetből össze lettünk szedve rendesen, és a második fél időben sokkal agilisabban jött ki a csapat, látszott, hogy átálltunk a két szűrős játékra, Krisztensen egy picit följebb lép, mint a Flores, és ezáltal játszottuk a labdákat. Én azt érzem, hogy így hosszabb távon azt kell mondanom, hogy mint a kezdene beérni Zselák munkája. Nem akarom elkiabálni, de most ebben a műsorban semmit nem tudunk elkiabálni, mert eddig inkább temettünk, úgyhogy kis reménykedés belefér. Szerintem a legnagyobb baj, és a laikus ránézett a gólokra, akkor tényleg a védekezésben volt, és ilyen gruntfocis gólokat kaptunk, hogy ott nagy tömörülés a 16-oson belül. Egyet védett a kapus, kettőt védett, a harmadikat már nem tudtak. Kettőt védett, battogott a labda, legalább 20-an voltak körülbelül ott, tehát mi 16-osunkon belül, járkált el, tényleg, mintha valami gruntfoci begúrt. Hát hoztam az előbb a kosárlabdás párhuzamot, ugye ott is az a legidegesítőbb, és egyébként mindig ki szokták emelni az edzők, hogyha sok támadó lepattanót enged az ellenfélnek a csapat, tehát elrontja a dobást, de visszaszedi a lepattanót, még egyszer elrontja, azt is visszaszedi, tehát ezt nem szabad megengedni. Hogyha van 10 támadó lepattanója az ellenfélnek, az 10 új esélyt jelent, amiből azért 5-6 kosár születhet, és ez eldönthet egy meccset is. De nekem is ez volt az érzésem, hogy hát szegény Tóth Balázs tényleg már a 2 bravúr után a harmadik csak majdnem jött össze. És a harmadik Kecskeméti gólnál is ugye először védett, és abból a kipattanóból, tehát hogy itt azért takarítani kell. És amikor utoljára itt a Vidiről beszélgetünk még az Üllői úti meccs előtt, akkor mondtam, hogy hát én igazán nem várom el, hogy majd pontot ne kapjunk gólt. Nem kaptunk. Tehát ha a Fradi pályán egy tök mindegy, hogy mennyire motivált, vagy mennyire felforgatott európai kupában szereplő Ferencváros ellen megússzuk kapott gól nélkül, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy itt a figyelemmel volt alapvetően baj, hiszen ahogy ott végig iszonyúan koncentrált a csapat, itt mintha úgy lett volna vele, hogy hát nem lehet olyan nagy baj. És hát a védekezés alapvetően nyilván meghatározó, hogy egy csapat mire képes. Abszolút. Hosszabb távon, ami azért is érdekes, mert hogyha beszélgetünk arról, hogy milyeket cserél Zselák, általában azért előrefelé tud cserélni, maximum a szűrő pozícióban tud variálni, hátul azért elég vékonyka ez az állomány mennyiségére tekintve. Gergényi nagyon bejött, nagyon jó igazolás, Tóth Balázs szerintem kapus szinten szintet léptünk vele, de hát itt azért bárki egy eltiltás vagy ne adj Isten sérülés miatt kiesik, akkor amikor már Sön Szabinak kell rendszeresen akár szélsővédőt játszania, akkor felmerül, hogy itt lesz-e erősítés, és ezzel rá is térhetünk arra, hogy lesz-e erősítés, mert egyszer már pedzegettem, hogy amíg sportigazgatója sincs a klubnak, addig ki fog itt erősíteni, de hát nem sokára már aktuális lesz, hisz itt a téli szünet a nyakunkon. Igazából másfél hónap van hátra, ha jól számolom, maximum az átigazolási időzítés. Abszolút, és már csak azért is kell igazolni, mert azért lássuk be, hogy ez a Vidi jelenleg Tóth Balázs hátul, rendben vagyunk, oké. A hátvéd pozícióban, ha van Fiola, van lelkesedés, a többire is átragad, oké. Kalmár szabja a fazont, oké. Elől Kodró az egyetlen igazán jó befejező tipikus befejező csatár, de a mostani játék stílus nem mindig fekszik neki. Most is ebben is éreztem egy kicsit a korai lecserélését. Nem igazán találta úgy a helyét, mint máskor. Na de ha ebből a 4 játékosból, amikor 3 hiányzik, mert most majdnem ez volt a helyzet, ugye Tóth meg Kodró egy darabig ott volt, akkor már baj van, vagy legalábbis kéne,
Ami egyrészt most pozitív a Vidinél, hogy most például jól reagált arra, hogy nincs Kalmár, míg az kellett hozzá egy kis idő, meg nincs Fiola, de tényleg ez a négy kulcsjátékos a Vidinek, ha nincs, akkor tényleg baj van, ezért is kell mélyíteni a keretet. Vagy azért, hogy Zselákot ne tudjuk azért savazni szegény, hogy megint nem cserélt jól, mert már nem volt kit a nem végén például. Ugye, oda még elkért volna egy támadó jellegű játékos, amellett, hogy persze Castellati oldalán meg kell oldani a védekezést is, de Pinto egyikre se jó. Szerintem nincs a bajom a Pintóval, de ő egy olyan langyos víz, vagy olyan semleges játékos, aki tényleg pörög-forog a labdával, megtartja, ha kell. Közép-középre jó. Igen, más értékét jelen pillanatban nem látom neki. Tehát védőnek sem igazán jó, támadónak sem igazán jó. Tehát amikor őt már cserélni kell, nálam már csak a bambok a nulla pont, ha őt be kell cserélni, a Pinto szerintem főleg az átmeneteket tudja megsegíteni. Viszont a bamboknál, hát én úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon nagy Vidi kettő flop. Szinten flop, B3, sajnos. Ennyi. Ez egy mellényúlásnak tűnik. Abszolút. Hát és van ami... ilyen is nyilván, hogy mellényúlás, és akkor, igen, amikor beszélünk arról, hogy mondjuk, hogy igazolt a Vidi, vagy ki igazolt, akkor nyilván lehet mondani, hogy kapott kritikát Juhász Roland azért bőven, miközben látjuk, hogy azért voltak olyan igazolások is, akik bejöttek, és most meghatározó játékosok. De ezzel kapcsolatban nekem a nagy kérdés, és nem tudom ti, hogy látjátok, hogy mikor a válogatottról beszélünk, és ezt megtettük a múlt héten is, és Marco Rossit méltatjuk, azt mondjuk, hogy ő egy olyan edző, aki alatt jobb teljesítményt nyújtanak a játékosok a csapatban, mint adott esetben akár a képességeiből gondolnánk, akár a klub csapatukban. Hogy érzitek-e valakin, vagy valakiken a Vidiben, hogy mondjuk Zselák rendszerében, vagy az ő, nem tudom, mentális segítségével, vagy a jó hangulat miatt, vagy sok összetevő van ennek, jobban teljesítenek, mint amit alapvetően vártunk tőlük, vagy amire az előző szezonok alapján predesztinálva gondoltuk volna őket. Szerintem pont a Katona egy ilyen eset. Szabó Levi, igen, ő is kezdi magát megtalálni, és Gergényi is. Tehát őt, amikor leigazoltuk, azt mondtam, hogy Jézus, már minek? Tehát azért, hogy most dobogasson meccsenként öt nagy bedobást, jó, van haszna, de úgy, mint földön játszó játékos nem sokra tartottam, és most ezt tényleg azt kell mondanom, hogy tévedtem, mert nekem egy ilyen kellemes csalódás volt az utóbbi fordulókban, de lehet, hogy ezzel nem fogtok egyetérteni. Én Christensent nem tartottam egy jó játékosnak. Eleinte én sem, és ő is egy. És igen, most azt látom, hogy nagyon komoly meghatározó játékos lett a középpályán. Flores pedig, hát ő mondjuk kezdetektől hozza ezt a motoregél stílust, tehát most ugye az lett a taktika, hogy ő lép be a védők mögé a labda felvételnél is. Oda csúszik, oda vág ebben. Egy igazi romboló egyébként, hogyha azt nézünk. Igen, indít is. Szerintem sokat javult a pontossága is a játékának. Úgyhogy én azt látom, hogy talán egy kicsit tényleg Zselák munkája, úgy az öltöző egységesítése, mint a játékkoncepcióban, a játékrendszerben, a cserékben, abban, hogy a Vidi tényleg messze a legtöbb gólt rúgja a 80. perc után, ami mind erőlétben, mind mentálisan azért mutat tartalékokat. 11 miatt tartunk egyébként jelenleg. Szóval, hogy itt azért valami ilyenfajta előrelépés tetten érhető. Hát ugye 12-13 forduló telt el, és az első három forduló, az első három vereség után mondtuk azt, amit mindig el szoktunk mondani, hogy hát akkor megint meg kell várni 5-10 fordulót, hogy majd gyakorlatilag reálisan lássuk azt, hogy ez a három vereség mit jelentett, hogy felrázta a csapatot, vagy még mélyebbre kerültünk a gödörben. Ugye Zselák munkája gyümölcse talán most fog beérni, de azért ne kiabáljuk el, mert ugyanúgy, ahogy az első néhány fordulóban rossz periódus volt, most jó periódus van. Ne adj Isten, hogy ezután megint egy rossz periódus, maradjunk meg a pozitív kicsengésnél, de az, hogy meg kellett várni azt, hogy ez a munka beérhessen, annak tényleg itt van most az eredménye, és picit United-ozzunk is, ne nagyon. Ja, mindenképpen, persze. Egy nagyon kicsit Ferguson. Csak egy picit érintőleges, hogy Ferguson mondta, hogy az ő idejében ezt az első, illetve azt, amit ő is megtett, és picibe talán most a Zselák is megteszi, azt ma már nem biztos, hogy meg lehetne tenni, és azért megvolt itt a türelem Zselákkal szemben is, ami jó húzásnak bizonyul. Ez fontos volt, még hogyha esetleg csak azért is, amit egyszer Balázsból, hogy sokba került valaki. Tudatos, hogy őt nem rúgták ki, meg ki akarták. Hát, néha kiderül, hogy tényleg megéri a türelem. Egyébként azt akarom mondani, hogy attól, hogy a Garnacho hanyat dobta magát, még nem lőtt nagyobb volt, mint a Katona, jó? Tehát ezt tisztázzuk, hogy szép, az meg is csak mutató, meg a csajok szeretik, meg a fotósok, de az is egy pontot ér, ugyanoda ment, tehát ettől nem lesz nagyobb gól. És szóval én most abban bízom, hogy a rendszer működik, hogy Zselák alig, hanem élvezi a bizalmat.
változatlan azt mondom, és itt már szerintem a keret megerősítése merül fel, hogy a labda felvétele utáni támadójátéknak a gördülékenysége, az átmeneteknek a gördülékenysége kellene, hogy még jobb legyen, elég sok még a pontatlanság, de szervezettségben azért teljesen máshol van most ez a csapat, mint a szezon elején volt. Fogunk még fociról beszélgetni, mindenképpen szeretném, de így körülbelül az adás derekán szeretném, hogyha egy kicsit a kosarasokról beszélnénk azért is, mert ugye holnap bajnoki szuperrangadót játszik az Alba Szombathelyen. 9-0, ezt se tudjuk már túlragozni, mert az előző adásban úgy végeztünk, hogy 8-0, előttem, hogy 7-0, tehát hogy hétről hétre csak nyer a csapat, ami most már tényleg rekordot dönt klubtörténetileg, ami a szezon kezdést illeti. Abszolút. Én nekem van félelmem azért a holnapi meccs kapcsán, nem csak azért, mert a Falko egyébként tényleg a legerősebb kerettel rendelkező magyar csapat, hanem mert korábban azt mondtam, és kicsit talán most is tartom, hogy az első fél időt kell megúszni, mert a Falkónak van olyan kerete, ami talán jobban átvészeli az U23-as szobály jelentette korlátokat, és hogyha ott kihasználva esetleg a mi, az Alba, nem is tudom, hogy mondjam, gyenge pontját ebben a felállásban, ott akár ők hazai pályán elúszhatnak. Hozzá kell tennem, ehhez képest Kass Balázs Pakson a hétvégén 15-15, tehát 5 tripla, és erre mondom, hogy na akkor viszont őt sem hagyhatja a Falko figyelmen kívül. Tehát ha ilyen formában játszik, akkor talán mégis lehet az első fél idő is kiegyensúlyozottabb. Az is lehet, hogy majd kilépnek rá duplázni. Kettő ember ellen. Hát a duplázni nem is, de ha kiléptek, én láttam de olyan... Akkor jó, mert akkor üres terület keletkezett benne a festékbe, és onnan könnyebben lehet dobni akár a ketteseket. Láttam olyan kosármeccset már, Szombathelyen is talán, amikor volt olyan játékosa az ellenfélnek, akit láthatóan, abszolút tudatosan feladtak, és azt mondták, hogy az csak dobjon. Ennél demoralizálóbb, rettenetesebb állapot, amikor érzed, hogy mikor beszállsz focizni valahogy, és azt mondják, hogy jó az ügyet, azt adjuk, annak csak adják oda a labdát, és valóban aztán dobálta a tököket, meg a homályokat illető, mert hogy tényleg egy idő után már attól remegett a keze, hogy megint ő rájött ki a figura. Én kicsit féltem tőle, hogy így lesznek a mi fiatalunkkal, tehát hogy azt mondják, hogy akár Takács van benne, akár Kass, hogy jó, ő rajtuk kicsit lehet pihenni védekezésben, de ilyen meccs után, amikor dobott 5 triplát Pakson, talán mégiscsak az lesz, hogy na jó, azért rajta is védekezni kell. Az biztos. És ez az Alba tényleg az a csapat, amelyik ellen nem lehet még egy Falkonak se azt mondani, hogy jó, hát majd valahogy behúzzuk. Tehát nekik is nagyon meg kell ezért a meccsért dolgozni. Én azt gondolom, hogy két játékosra kiélezve a szituációt, persze nem ez lesz a döntő tényező, de lehet, hogy nálunk Vojvoda milyen napot fog ki, a Jobbik arcát mutatja, vagy mondjuk azt, amit pont a legutóbbi meccsen, amikor annyira nem mentek neki a dobások, ellenben Kassal. A másik oldalon pedig Perl, hogy ő mennyit játszik, mennyire lesz pontos, és mennyire lesz jó formában. Mert az elmúlt években mindig azt láttam, hogy akár mi volt, és valahogy eldőlt a Szombathely javára a meccs, akkor az Perl volt általában a döntő. Hát abban ne bízzunk szerintem, hogy Perl Zoli hazai pályán egy ilyen rangadó nem lesz jó, elképesztő meccseket játszik egyébként a Bajnokok Ligájában is, tehát ő tényleg nemzetközi szinten is letette a névjegyét. Nem, itt az a kérdés ugyanúgy, mint a Vidinél, hogy van egy ilyen elképesztő flóban a csapat ilyen sorozattal a háta mögött, amikor gyakorlatilag még csak szoros meccseket se nagyon kellett nyernie itthon, 9-ből 9 volt, 100 pontos is köztük volt, 25-tel megnyert. De minden nyilván meccsen volt egy gyengébb periódus, idegenben, tehát ezt ki persze, kell valahogy küszöbölni most. De hogy ilyen helyzetben oda menni, az önbizalom nyilván rendben van, egymást jól érzik a játékosok, a kémia működik. Tehát mondanám, hogy most féljen a Falko, de azért valószínűleg nem ez a helyzet, nem fogják összecsinálni magukat azok után, hogy francia, meg görög, meg nem tudom milyen ellenfelekkel találkoznak hétről hétre. Meg nyernek is néha. Hát nem, gyakorlatilag az előny egy kicsit nálunk is van, meg a Falkónál is van. Tehát az előny azért van nálunk, mert ugye a 9-ből azért egyszer már sikerült legyőzni a Falkót, de most leszünk mi pont az új Falkó, hogyha... Az elmúlt szezon alapszakaszában ott tudtunk győzni. Most leszünk mi a Falkó, hogyha most legyőzzük őket, gyakorlatilag mi leszünk az új Falkó, és reméljük, hogy ez így is lesz, azért nem kell tőlük félni, mert tényleg, ahogy mondtad is, flow-ba vagyunk. Nem veszítettünk semmit ezen a mérkőzésen, se akkor se fog semmit sem mondani, hogyha kikapunk. Tehát ilyenkor még az is benne van, hogy egy kicsit rossz melyek akarunk lenni, hogy a második legjobbtól, hiszen mögöttünk vannak a tabellán, ki lehet kapni. A Falko pedig azért nem fog félni, illetve az fogja őket spanolni, hogy minket kell megvenni gyakorlatilag. Hát az utóbbi években ez tényleg egy bajnoki döntővel felérő, sőt ugye konkrétan bajnoki döntős összecsapás is volt.
Nem tudom, Norbi, te mennyire figyeled a kosárlabda történéseit követem, is. Követem, és mondom őszintén, hogy ahhoz képest, hogy a nemzetköziben mennyire rosszul ment, ahhoz képest mennyire ellentétes a hazai szintéren a produkció, és nagyon jól nézett ki. Egyébként a focistáknak adhatnának a tanácsot, hogy kell nyerni Pakson, mert egyébként a csapatnak nem szokott menni az elmúlt években, úgyhogy egy jó tanács elférne így a kosárcsapattól. Viszont ami szerintem mindenképpen fontos, és ki kell emelnünk, az az, amit ugye ti is mondtatok, hogy nincs mit vesztenünk. És most eszembe jutott a Fradi meccs a Vidivel kapcsolatosan, hogy ugyanúgy oda lehet menni most Szombathelyre, nincs mit veszteni, rajtuk a nyomás. Mi baj lehet? Maximum, hát igen. Hát, az a baj, a jelentős különbség a kosár és a foci között, hogy itt azért sokkal több gól esik, és azokban a sportágokban, ahol sokkal több a pont meg a gól, ott azért matematikailag kimutatható, viszont, hogy nagyon nagy százalékban az erősebb csapat azt nyer. Azt ne nem lehet kivédekezni egy kosármeccsen. Nem, viszont amit megnéztem, hogy relatív egyébként a lepattanózásban, mint egy picit, ha jól néztem, nem vagyok biztos benne, de a védekező lepattanóban jobb az Alba, mint a Falkó az idei szezonban, viszont a támadóban picit jobb a Falkó. A centereire kell figyelni majd a Falkónak. Hát ez az ellenfél a magyar mezőnyben lehet, hogy most az egyetlen, jobb tud lenni bárki. Minden poszton megvan az Albáéval szerintem egyenértékű játékosa. Bízunk benne, hogy persze azért nem mindenhol, tényleg nagyon jó most a fehérvári légiósok. Reméljük, hogy Roberts is játszani tud, aki ugye Pakson betegség miatt hiányzott. Előtte éppen kezdett belejönni, dobott 20 pontot a Kaposvárnak, igen, vagy még többet. Úgyhogy egy nagyon kiegyensúlyozott meccs lesz. Én ott érzem, mondom, nyilvánvalóan az előnyt a Szombathelynek, hogy bővebb a kerete. Azért jelen állás szerint Zubiaga 7 játékos tud úgy rotálni, akiktől várható, hogy felvegyék a versenyt az ellenféllel. Ettől függetlenül nem kell lebecsülni nyilván azokat sem, akiket beküld, hogy pár percig védekezzenek, tehermentesítsenek, de hát mindenképpen egy nagy meccs lesz, és hát kicsit sajnálom, hogy a televízió nem tartotta érdemesnek a közvetítésre. Nem a mi televíziónk, ugye? Hát nem a miénk, mi majd remélünk, hogy le tudjuk adni. Ez is érdekes történet, mert Szombathely azért nem kisváros, és ehhez képest nincs olyan televíziója, amely amúgy rögzítené a meccset kommentátorral. Nagyon szomorú, mert azt gondolom, egy ilyen bajnoki rangadó minimum megérdemelni azt, hogy főműsoridőbe lemenjen a valamelyik sportcsatornán, mert ez egy, mondjuk ki, az egy rangadó, mindig is az volt a két város között, amit hogyha a Szolnokkal játszana bármilyen csapat, ami szintén rangadó ebben a sportágban. Én számomra ez egy felfoghatatlan dolog. Arra nem is beszél, hogy egyébként ezeken a mérkőzéseken mindig egy olyan parás hangulat van a lelátón is, maximálisan, majd, hogy nem tele van a lelátó minden meccsen, tehát egy nagyon jó reklámértékkel is bírna a sportág szempontjából, ami a magyar kosárlabdának abszolút jól jönne, szerintem. Még egy valami, a nemzetközi mérkőzések tapasztalatait, még ha inkább ugye vereségek is vannak egy győzelem mellett, most lehet kamatoztatni, mert a nemzetközi porondon a csapat mondjuk ki erősebb ellenfelekkel játszott, ezt a játékosok sem tagadták, ugye Vojvoda is azt mondta az egyik interjú kapcsán, amikor kérdeztem tőle, hogy hát mind kell változtatni, vagy miért van az, hogy a bajnokságban nagyon megy, a nemzetközi kupán meg nagyon nem. És ő is erre utal gyakorlatilag, és még azt emelte ki, hogy egy kicsit harcosabban és kicsit félelem nélkül erősebben kell kiállni ezekre a mérkőzésekre, amikor papíron erősebb ellenfelekkel játszunk. És ha nem is erősebb a Falkon nálunk, de erős ellenfél, tehát ezekből a vereségekből, illetve a nemzetközi tapasztalatból most lehet tanulni, és most lehet készülni. Hát félni nyilván nem kell senkitől az Albának, itthon ezzel együtt azt gondolom, hogy tényleg csak akkor lesz esély, hogyha a 100%-os koncentráció meg lesz, például a támadó lepattanóknál, mert biztos, hogy egy nagyon agresszív Falkóval fognak találkozni a fehérváriak, de ha már a pokoli hangulatról esett szó, ami mondjuk egy kosármeccsen is várhatja az ellenfeleket, azért a jégkorongozókról is beszéljünk néhány szót, akik ugye hát őszintén mindannyian reméljük, várjuk, hisszük, hogy az utolsó szezon utolsó mérkőzéseit játsszák a legendás Ördögkatlanban, ugye a Raktár utcában. Ahányszor elmegyek a város határ felé, mindig megcsodálom, milyen pompázatos már az új csarnok, nyilván sokan várják, hogy oda beköltözön a csapat, de a nagy kérdőjel, hogy ott majd lesz-e ilyen Ördögkatla hangulat. Megint nagyon érdekes volt ez a hétvége, ugye egy kicsit talán váratlan, ettől a volántól már nem gondolt vereség az utolsó helyezett, és egyébként nem tudom, több mint 20 ponttal kevesebb egy gyűjtő Grácz ellen. Majd egy kiváló reakcióként a lista vezető Linz legyőzése. Tehát megint úgy látjuk, hogy fejben mentálisan ez a csapat nem tud összetörni.
lehet rossz meccs, lehet nem jól alakuló dolgok, de a következő, és általában már a következő tényleg hozza a javítást. Abszolút. Igen, a jégkorong az a sportág tipikusan, ami nagyon gyors, pillanatok alatt, ha nem vagy ott fejben egy nagyon picit, már az elején gyorsan kapsz néhány bemelegítő gólt, és szaladhatsz az eredmény után. Most ugye Klagenfurt ellen ez volt a helyzet egy héttel ezelőtt, utána rögtön javítottak. Most elmentek Grazba, ott is lehet, hogy hiába próbálta az edző ébren tartani bennük az állatot, vagy azt az ösztönt, azt a gyilkos ösztönt, hogy ezt meg kell nyerni, valahogy úgy voltak, hogy hát nyertek összesen 2 meccset eddig. Otthon is legyőztük őket. Igaz, hogy egyébként ott Grazban nem ment jól az Alba Volánt, vagy az Alba Volánt, az már régen nem az, a mi volánunknak az elmúlt időszakban, de most is valahogy fejben ott egy kicsit ott lehetett, hogy jó, hát ezt majd azért valahogy behúzzuk, és itt is végig szaladtak az eredmény után. Végén tudtak egy picit feljönni. De 6 kapott gól azért Grazban. De 6 gól Grazban mindenképpen sok volt, és aztán utána hoppekodtat nekik, hogy gyerekek, hát azért egy kicsit arcpirító volt, bár hozzáteszem, hogy nagy dolog 2007 ettől ideig eljutni, attól a volántól, amelyek beszállt az Ebelben, és 12-0-ás győzelemvereség mutatóval kezdett, tehát 12 meccsen keresztül nem tudott még pontot sem szerezni, és most eljutottunk oda, hogy már csalódás legyen, ha egy Gráctól kikap csapat. Egy döntőt is játszott az Salzburg. Úgyhogy még mindig messze nem a volán költségvetése a legnagyobb, valahogy a középmezőnyben van a csapat, és így is tudtunk döntőt játszani. Nem, most hát, is van esély. Az idei csapatnak a kapcsán sokszor megénekeltük, hogy ezért nagyon szerencsésen összeállított keretnek tűnik, és ugye Kis Dávid kinevezése is jósült, nyugodtan mondhatjuk, hogy a sok terápia hatott, ami egy hosszú távú elképzelés rövid vagy gyors megvalósítása volt így ugye Konstantin távozása után, tehát tényleg minden stimmel. Szerintem mondom, ezek az eredmények, hogy egy váratlan vereség vagy egy nagy arányú vereség után a következő meccsen már akár egy nappal később javít a csapat, ezek tényleg mentális erőt mutatnak. Hát más kérdés, hogy nyilván rossz meccsek azért lesznek még a továbbiakban is. Én nem vagyok annyira képben az erőviszonyokkal, megint csak a Bauer Tibire tudok hivatkozni, aki azért ott lakik a jégcsarnokban, hogy a Klagenfurt az idén erősen másik ligában játszik, tehát brutális csapatuk van. Ugye kétszer ütöttek hetet a Fehérvárnak, ezt azért nem fogja más csapat valószínűleg elmondani magáról. De az, hogy kapsz itthon hetet, és utána viszont nyersz meccset azonnal, abból másnap, a pofonból felkelve, ez azt mutatja, hogy olyan pozícióba kell végezni, hogy a Klagenfurt ne akarja velünk játszani, amíg nem muszáj. Tehát lehet a Salzburgot és a Klagenfurtot kerüljük el a rájátszásba, többi jöhet. Az a legjobb, hogy ők egymással játszanának, és talán valaki játszan még velük, és mondjuk a Linccel játszanának, és akkor kiírtják egymást az erőt. Végezzük az első két helyen az alapszakaszban, és akkor valahogy ez megoldódik. Küldjenek egy e-mailt, hogy hanyadik helyen szeretnék végezni. Ami mindenképpen a hétvégi meccsel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy azért, hogy milyen fontos pillanatban jött az a győztes gól. Tehát, hogy az utolsó 5 percben voltunk már, és akkor jött a gól, és látszott is, hogy a Linz ugye azonnal húzta le utána a kapus, próbált valamit reagálni, és igazából azt láttam, hogy ott már kapkodás volt. Tehát ők annyira belekényelmesedtek ebbe a meccsbe, ők úgy voltak vele, az egy pont az már jó, aztán eldöntjük. Mondjuk a hosszabbítás, az majd valami lesz. Igen. Így van, én azt láttam rajtuk. Igen. És hát én nem vagyok akkor a jégkorong szurkoló, amikor jogosan mondhatnám, hogy hallom mindig a véleményeket, hogy hát a játékvezetők még mindig inkább ugye oda húznak. De volt most egy olyan szituáció, amikor kaptunk egy emberelőnyt közvetlenül a vége előtt. És nem lehetett nem megítélni ugye a játék késleltetés miatt, ilyenkor nincs mérlegelési lehetőség. Így van. De nem szoktunk kapni emberelőnyt, még olykor akkor sem leesik a feje valakinek. Tehát ugye így most legalább ennyit kompenzáltak. Egy-egy játékvezető volt korábban is, és most is már évek óta van ez a Smetana nevű bíró, aki annak idején tényleg nagyon sok meccset Síres zeneszerző. Elfütyült a volántól, emiatt egyik kollégát, ugye fővárosi tévénél, vagy központi tévénél dolgozó kollégát is eltiltottak sokáig, mert ugye kiabált azon a meccsen, mint kommentátor az egyik országos csatornán szépeket és jókat erről a bíróról. Úgyhogy neki van sara bőven Fehérvár felé, mai napig is vezet, de én úgy hallottam, hogy most már amikor tudja, hogy Fehérvár meccsre jön, akkor már előtte relaxál és imádkozik, hogy ne legyen semmi probléma. Lehet, hogy ez se lesz meg például az új csarnokban. Szép tágas öltözőjük lesz, bejönnek, igen, a nézőket jó messze látják maguktól. Azért, ahogy én láttam a képeket, azért nem lesz annyira messze az alálátó a plexitől. Nem, reméljük. Hát én voltam többször is, hál' Istenem, 3-szor is, most a jég próbán, és ott voltunk, és ott volt előbb. Hát ez a szurkolói kultúrális múlik. Szerintem jó hangulata lesz annak a csarnoknak. Hát igazából olyan lesz, mint a sóstó. Be kell lakni.
Igen. Az első egy-két év szerintem erről fog szólni. Igen, és ugye a szurkolói kultúrán is múlik, mert egyébként látjuk, hogy például az NHL-ben is közel vannak a nézők, hát ott verhetik a plexit, csak inkább a hamburgert eszik, vagy a sört isszák, és esetleg a rájátszásra aztán már megérkezik a szurkolás is. Mondjuk attól függ, melyik városban, mondjuk azért Montrealban vagy Bostonban, ott azért nem ennyire. Hát ott, ahol vallás, igen, ott azért kemény. De azért mondjuk egy ilyen kicsit mesterségesebb, mint mondjuk a Floridában, vagy akár furán hangzik, de mondjuk San Joséban ott azért ott inkább ez a iszok-eszek, dáridózók. Hát ott bemennek a 30 fokról rövidgatjában a csarnokban. Nekem nagyon jó pozitív érzéseim vannak a csarnokkal kapcsolatban. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de ha bemegyek egy sportlétesítménybe, ahol még nem jártam, és ugye elsőre van egy benyomás, meg egy feeling, egy hangulat, hogy hú, de jó. Na nekem most ilyen érzésem volt, legutóbb, amikor már jéggel együtt kompletten. Hát még amikor megint csomagolják. Szerintem nagyon jó hangulat lesz ott. Akik kiszoktak menni hoki meccsre, ha mindenki kimegy minden meccsre ott is, és meg lesz az a 3000 ember, nem kell több, megcsinálja azt a hangulatot. Küllemre is. Tehát meg se érkezel, és kicsit úgy kijjel van a városból, látszik, igen, hogy ennek külön területe, külön helye van, oda kell jutni, olyan, mint egy kis ilyen, egy kis palotát. Nyilván program lesz, és még az is. Ne felejtsenek. Igen, ezt akarod, hogy az is lehet, hogy meg lehet állni autóval a közel. Nagyon nagy parkoló. Nagy ajándék lesz. Jó, szurkolunk természetesen, akkor ezeken az említett meccseken, most az Salzburg jön ugye a Volánnak, megy Szombathelyre az Alba, úgyhogy a létező legkomolyabb ellenfelekkel lehet újra megmérkőzni. Körülbelül 10 percünk van, és azt gondoltam, hogy sorsoljunk egy kicsit, mert hogy december 2-án, vagyis szombaton kisorsolják a labdarúgó Európa-bajnokság csoportjait. Abban a kényelmes helyzetben vagyunk most már harmadik EB-je, hogy várhatjuk a sorsolást, ugye, hogy a magyar válogatott kit kaphat ellenfélnek. Úgy tudom, Norbi, te a saját dolgodon még valami nyereményjátékot is így indítottál. Így van, ugye úgy van, hogy én TikTokon szoktam ilyen saját profilomon ilyen live-okat csinálni, megbeszéljük a magyar labdarúgás aktuális történéseit, és ott szoktam mondani, hogy jöjjenek a Discord szerverünkre, és ott több mint 500-an vagyunk már lassan, és ott beszélgetünk mindenféle csapat szurkolóival, és ott van egy nyereményjáték egyébként, hogy aki megtippeli a helyes sorrendet, és ugye a TikTokon követ, az nyerhet egy aláírt Szoboszlai Dominik kártyát, egy ilyen topsnout. Az azért a Liverpooli aláírás pillanata van. Sokat ér és még többet fog. Szóval kisorsolják a labdarúgó Európa-bajnokság csoportbeosztását, ugye jövőre Németország lesz június közep és július közepe között a házigazda, végre egy klasszikus torna, egy helyszín, futballnagyhatalom, remek stadionok, stb. És hát nektek is kinyomtattam, hogyha valaki véletlenül fejből nem tudná, ami egyes, elég valószínű, tudjuk természetesen, apádat, fiam, de egyébként mondjuk, hogy mégis lehessen puskázni. Szóval megnézitek ezeket a kalapokat, én azt látom, hogy még a negyedikből is kaphatunk brutálisan nehéz ellenfelet, mint ahogy nagyon szerencsés esetben összejöhet egy olyan is, hogy már kezdjük a nyolcaddöntőre foglalni a helyeket, nyilván az is túlzás lenne. Ti hogy látjátok? Ugye Németország, Portugália, Franciaország, Spanyolország, Belgium és Anglia van az első kalapban, csupa minimum Európa-bajnoki címmel rendelkező a belgák a kivételek, akik nem nyertek még nagy tornát, de hát tudjuk, hogy Európa egyik legjobb csapata jelen pillanatban. Igen, tehát nem lenne meglepő, hogyha ez a sor megszakadna. Azt olvastam, hallottam, hogy általános újongás akkor lenne, a németeket kapnánk, mert hogy szegények most annyira rosszak, hogy méltatlanok a hagyományokhoz, de azért egy németországi Európa-bajnokságon a németekkel játszani, most tök mindegy, hogy mit játszottunk legutóbb velük, melyik EB-n, vagy az Európa, vagy a Nemzetek Ligájában. Én nem gondolom, hogy dobálnunk kéne a kalapunkat, de hát egyiktől se. És addig még van 4 felkészülési meccs a németeknek, és simán összeállhatnak addig. Tehát, még a végén a kis németek kinövik. Hát igen, egy biztos, ez az első kalap, ez valóban olyan, hogy szeretem, nem szeretem. Nem szeretem. De akkor mondjad, melyiket szereted, nem végtelen az adási időnk azért. Én nem tudom, hogy melyiket szeressem. Tehát ha a közelmúltbeli eredményeket mondanám, akkor azt mondja, hogy jöjjenek az angolok, hát 0-4 simán vertük őket. Persze ez hülyeség. Itt mindegyik csapat jobb, mint a magyar, mondjuk azért ki az első kalapba. És igen, benyomások alapján lehet azt mondja, hogy jöjjenek a németek, mert hogy ugye velük most az elmúlt időszakban kétszer is, sőt, ugye ott a legutóbbi EB-n is Münchenben sikerült velük X-et játszani, és nekünk állt az a meccs. Tehát ilyen alapon azt mondom, hogy jó, akkor jöjjenek ők, bár én azt gondolom, hogy a stílus alapján most kövezzetek meg, szerintem Franciaország vagy Spanyolország jobban állhat a mi válogatottunknak, a mi küzdős, brusztolós válogatottunknak, mert se a spanyolok, se a franciák nem szeretik az ilyen odacsapós küzdős válogatottakat. Hát most egy kicsit, hogyha elgondolkodunk, ugye Németországgal a legutóbbi mérkőzéseken, legutóbbi EB-n is pariba voltunk, Portugáliával két EB-vel ezelőtt voltunk, pariban Franciaországgal az előző Európa-bajnokságon, Spanyolország egy kicsit kaputtojás.
Ezeket már úgyis Spanyolország egy kicsit kakuktojás, szerintem őket el lehet kapni, Belgiumtól félni kell viszont, hiszen ugye elődöntőbe, illetve 8 között azt hiszem, ha jól emlékszem, de ő így csatok ki, ellenük estünk ki, 16-ban 16 között 4-0-val, Angliát pedig hát vertük, azt hiszem, hogy Belgium a legveszélyesebb ellenfél, Spanyolország a kakuktojás, akit úgymond nem ismerünk, mert már régen játszottunk velük, és hát a többiek megjöhetnek. A spanyolok azért jók, mert ellenük 3% labdabirtoklással is lehet pontot szerezni, mert láttuk a VB-n is, hogy bármennyit tudják vagy birtokolni a labdát, anélkül, hogy akár kapura lövésig eljutnának, de nyilván ez igazságtalan, meg hát azért, ha kigurigáznak, az se jó. Ez együtt én azt mondom, hogy ha az egyéni kvalitásokat nézzük, én a portugál, francia, belga hármast kerülném el mindenképpen, szerintem nekik egészen brutális világklasszisaik vannak. A portugáloknak is azzal együtt, hogy nem szoktak a végére odaérni, de tényleg nagyon-nagyon jó játékosaik vannak. Aztán innentől kezdve meg tök mindegy, mert nem gondolom, hogy ettől még a németek vagy az angolok ellen mi lennénk az esélyesek. A Ronaldo nem szeret minket, ugye járja megint a csárdás kettőt, de hogyha úgy van, gyakorlatilag, hogyha nem jön be neki valaki. Ronaldo és valami, bácsi, ne vicceljünk már. De azért megnézném még egyszer, talán Szami lefutja. Talán megnézném még egyszer utoljára Európa-bajnokság, hogy mire képes Ronaldo ellen. Szerintem vegyük ki ezt az első kalapot, mert mindez, hogy kit kapunk onnan, nem biztos, hogy őket kell majd legyőzni a továbbításért. Mondjuk, hogy jobbak nálunk. Én viszont én az első kalapnál azt mindenképpen megjegyezném, egyébként én az angolokat választanám, vagy a franciákat leginkább, esetleg a portugálokat, az úgy pont ellentétesen látom. Viszont a portugálokat ne felejtsük, hogy a 20-20-as hazai mérkőzésen Budapesten 81. percig 0-0 volt, és megvoltak a lehetőségünk, és tudtunk egy lesgolt, amiután megzavarodtunk egyébként, és hármat kaptunk, ami azért legyünk közték, nem volt benne a meccsképében. Nem szoktuk a portugálokat mostanában. Viszont azt ne felejtjük, hogy ezeknek a válogatottoknak a legtöbb játékosa csapágyra van járat, ameddig ide el fognak jutni az EB-hez. Valószínűleg az elején, hogy ők belejöjjenek, az első egy-két meccsen kicsit lazábban fognak hozzáállni, kicsit nem fognak úgy ráfeszülni a dolgokra, és úgy lehet pontot szerezni ellenük. És főleg a mi focinkkal, főleg az ilyen nagy csapatok ellen visszaállunk, és a kontrára építünk, ezek ellen meg pont, hogy lehet játszani. Még szerencsés, hogy Szoboszlai nem lesz csapágyossal járatva. Szóval 16-os EB-n is ugye 3-3 tök jó, meg szép gólokat rúgtunk, de hát ott az utolsó 10 percben már portugálok nem akartak támadni. Nem. Hát visszafele játszottak, mert tudták, hogy nekik az egy pont jobb, és a csapat. Hát igen, de az elejleg majdnem berúgta, csak sajnos pont nem találta a jobbat. Lehet vitatkozni, én nem tudom, tényleg nem tudnék ebből választani. A spanyolok azért játszanak szívesen, mert tényleg olyan kellemes kultúrált, nem nagyon rugós, jó focit játszanak. Viszont adott esetben véletlenül Fityó megindul, meg lehet, hogy össze is rogynak teljesen. Lehet, a második kalapban vagyunk mi, ugye Dániát, Albániát, Törökországot, Romániát és Ausztriát nem kaphatjuk, pedig nem olyan nagy baj. Pedig szerintem mindegyik őket elfogadnám, talán a dánokat. Hát akkor módosítanék a szabályokat, hogy akkor legyünk a második kalapban a csoport elefelekkel. A harmadikban azt látjuk, hogy akár a cseheket, a hollandokat, a horvátokat tekintve talán megegyezhetünk, hogy ezt nem azért kéne. Nem szeretnénk, már a hollandok sem most vannak a csúcson. Viszont Szlovénia, Szlovákia az a kettős, amelyik ellen talán a magyar válogatottnak, akár még kezdeményező futballon is. Még a csehek ellen is, a barátságos meccsünk alapján, ahol egyébként érezhető volt az, hogy azt a meccset meg is nyerettük volna. Igen, de azért ez egy stabil csapat a cseh. Én ezt ketté osztanám ezt a csoportot, három csapatta szívesen játszanék, szlovén, szlovák, cseh, és akivel nem játszanék, holland, horvát, skót. Skótokkal semmiképpen se, tele van a Premier League-el. Nagyon jó játékosok. A Premier League-el, és most van a főszálló. Csak a gényeiükben vannak, hogy... lenne. Jó, hát bocsánat, de a skótok olyan balfaszokat világeseményeken, hogy az legendás. Ez is igaz. Viszont ami a negyedik alapot illeti, három csapatot még nem ismerünk, mert majd jönnek a pótselejtezőkből, de azt a hármat, amit ismerünk, azt én nem szeretném. Szerbia, Olaszország, Svájc. Svájcnak nagyon jó játékosaik vannak, igen. Ők azért a VB-n is tudtak meglepetést okozni. Nem nyerték meg egy olyan csoportot, amit elég simán meg kellett volna nyerni. Jó, persze, nyilván nem véletlenül vannak a negyedik kalapban, ahogy az olaszok sem, akik címvédőként ugye szégyenszerre a negyedik kalapból várhatják, hogy milyen rettegett ellenfeleket kapnak, de azért egy olasz futball is, olasz csapattal szemben, mondjuk, mikor nekik jó a 0-0, ki sem menjünk. Pontosan nagyon szereztünk ellenük. Az olaszokat nem kell félteni, ugye legutóbb is megvertek minket, szóval. Igen. Tehát tök mindegy, hogy milyen formában vannak az olaszok, ők akkor is az olaszok. És ugye, ha van ellenfél, amelyik ellenünk, aztán triplán motivált lenne, az a Szerbia. Őket azért kellene elkerülni, mert háromból hármat azt hú.
Reméljük. Viszont van másik három csapat, ugye a három bocselejtezős ágról érkezhetnek. Gondolom, ezt most megmondjuk, hogy kik lesznek. Hát ezeket elnézve nem lenne meglepő, hogyha mondjuk Lengyelország, Ukrajna és mondjuk Görögország kerülne be abba a csoportba még, és akkor lehet, hogy onnan még az ukránokat szintén nem szeretném ellenfélnek. Hát az nagyon tüzes meccs lenne. Sok szempontból az sem. Nagyon tüzes meccs lenne. Ész, finn, ezek jöhetnének azért. Jó. Hát ugye, én szerintem egyébként, ami itt például a lengyel ágból lett, a lengyelek, én most nem érzem őket jónak sajnos az elmúlt időszakban, viszont Wales-t egy picit lehet jobbnak érezni és látni is. Ott lehet a Wales tud meglepetést csinálni, és akkor ők jönnek. Őket el kéne kerülni, mert velük nincsenek azért jó emlékeink az elmúlt időszakból. Bár már nincsen Gerett Bale, aki beforgatja a Joe-t ugye a bal oldalon. Meg nálunk nincs Pátkai Máté, aki győztes gólt rúgjon ellenük. Igen, ez meg a másik. Illetve a C ágon arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy két meglepetés csapat, a Luxemburg és a Kazasztán nagyon jót mentek idén a selejtezőkben, nagyon veszélyesek lehetnek. Én nagyon szurkolok, hogy Luxemburg kiüssön. És én azt gondolom, hogy egyébként a Grúz Luxemburgon simán lehet, hogy Luxemburg tovább megy, és a Luxemburg otthon szerintem meg tud verni bárki. Ennyi remek luxemburgi szóval... Brazílt úgyse láttunk már. Mindenesetre, hogyha megkapnánk egy ebbi selejtező mondjuk Szlovákiát és, vagy Szlovéniát és Luxemburgot, akkor tényleg magyar szurkolók 10 000-re indulnának meg, hogy ezeket a mérkőzéseket lássák Németországban, egy jó magyar luxemburgit az Európa bajnokságon. Történelmi meccs lenne. Meg hát a németekkel lennénk, akkor már együtt mondjuk ki. Igen. Igen. És akkor így áll össze a négyesünk, akkor ez lenne kerülne az a nyitó meccs. A nyitó meccs alárak vannak, hogy jaj. Jó. Még spórolni kell. Hát letelt az adásidők, úgyhogy most ezt tovább ragozni nem tudjuk, de jövő héten megbeszélhetjük akkor, hogy mennyi esélye lesz a magyar válogatottnak, hiszen addigra már tudni fogjuk a csoportbeosztást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szurkoljunk a fehérvári csapatoknak, hiszen megint eseménydús hét lesz előttünk, és akkor egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.